király. Általában sosem szoktam elhozni a kamerámat magammal hétköznap, mert munkaidőben nem nagyon van időm kamerázni. Katána meg már lemegy a nap, otthon vagyok, szóval az ki szokott maradni. Viszont ma tökéletlenül elhoztam magammal. És Olivier szólt, hogy van egy fölös jegye valami filmbemutatóra, amiről sokat még nem tudok, de majd Olivier gondolom el fogja mondani, hogy hol lesz és pontosan mi lesz. Na halló, na végeztem. Hova menjek? Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Oké, okay, akkor oda megyek. Oké, okay, rendben. Hello. Szóval megtaláltam Olivért, és a Mayfair Hotelbe fogunk menni, megnézni az Echo című rövid filmet, amiről igazából semmit sem tudunk, azon kívül, hogy valami kameratechnikával készül, de majd ott helyszínen elolvasunk valamit róla, mert még nem tudjuk. A technikai része talán érdekesebb volt, mint maga a sztoria a filmnek. Egyébként egy ilyen 7 perces film volt, és az benne a nagy trúbá, hogy két kamerából felvéve, és ezek volt visszinkronizálva. Technikailag érdekes volt. Erről ennyit. Világéletemben imádtam a blues-t és a rockot. Mondjuk az, aki ismeri apámat, ezen nem lepődik meg. Gyakorlatilag születésemtől kezdve bólogattam a bluesra. Egyszerűen az általános iskolával azért küldtek haza, mert Bird Jackie-ben jelentem meg, plusz azt is hozzátették, hogy ha már úgyis hazamegyek, akkor akár a hajamat is levághatnám. Igen, ezt most már nehéz elképzelni tudom, de akkoriban válig érő hajam volt. Nem érdekelt. B.B. King, Howling Wolf, Muddy Waters, Johnny Lee Hooker, és persze a banda, aki mindezeken felnőtt, a Rolling Stones. A banda annyira hosszú utat jár be a 60-as évektől, hogy szerintem egy adás alatt ezt nem is lehet elmondani, és én sem fogom megtenni, hanem inkább bemennék a városba, és megmutatnám nektek a híres helyeket, épületeket, amik a Rolling Stoneshoz köthetőek. Ha valaki nincs annyira oda a Rolling Stonesért, attól elnézést kérek, de komoly oka van annak, hogy pont velük foglalkozok ezen a héten. Amit most még nem fogok elmondani, de a jövő héten az is ki fog derülni. De ne rohanjunk ennyire előre, csak a belvárosig, ahol megmutatom a Rolling Stones 5 legendás helyét. Ez itt London, én pedig Milán. Az első helyszíne a Kent Coiler Studio lesz, ahol a Rolling Stones felvette első számát, amivel felkerült a toplistákra. Sajnos ez nem ment nagyon könnyen, éppen fel akarták venni a számot, de nem nagyon jutottak egyről a kettőre. Andrew Lou Goldham, a csapat producere, kilépett az utcára és pont belefutott Paul McCartney-ba és John Lennon-ba, akik felajánlották az egyik számukat, hogy felénekelhetik, hiszen jó poénnak tartották azt, hogy versenjenek egy kicsikét, hogy ki játssza el jobban ezt a számot. Ezután ezt a Stones felvette és felkerült a slágerlistára. A Flamingo klubban 1957 és 68 között léptek fel. Ugyan a klub már megszűnt, a helyén egy másik van, de egy pintot nyugodtan megijedünk Jaggerék egészségére. Sőt, ezt még nem tudom, hogy hiszem, hogy esett, mert van egy enyhe másnapom, de Jagger ért mindent.
Maddox itt 44-46-ban volt sokáig a banda főhadiszállása. Erről sokkal több infót nem találtam, de egy fotót itt le lehet lőni. It's down to me. Akkor érdemes figyelni ezeket a kék plaketteket, mert mindenféle hasznos infót tudhatunk meg róla. Például Sir Robert Peel élt. Vagy hát gondolom, valamit itt csinált. A Hyde Park valamennyire kilóg ebből a sorból, hiszen melyik az a nagy banda, amelyik ne adott volna már itt koncertet, de mégis a Rolling Stones életében ez egy meghatározó helyszín. Ugyanis 1969. július 3-án, két nappal a koncert előtt elvesztették gitárusukat Brian Jones. A veszteség ellenére mégis megtartották a koncertet, Mick Taylorral kiegészülve legendás koncertet adtak itt félmillió ember előtt. Meg hát úgy is, hogyha nem is vagy Stones rajongó, akkor is a Hyde Parkba el kell jönni, hiszen ez a Hyde Park. Persze itt van a banda basszalosának étterme és a Sticky Fingers, ami amellett, hogy a Stones albumáról kapta a nevét, Bill kedvenc ételeit is szolgálják föl, amiktől ragadósak lesznek az ujjaid és maszatos a szád. Szabad fordításban. És persze minden mellett tele van Stones relikviákkal, úgyhogy egy igazi fannak mindenképpen érdemes bemenni oda. Szóval ez lett volna az én top 5 Stones helyem itt Londonban. Ha esetleg tudtok még, akkor írjátok meg lent kommentben. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel. Találkozunk Londonban, vagy máshol. Majd meglátjuk.